Bolyai Egyetemnek az 50 évvel ezelőtti beolvasztására emlékeztünk. Ennyivel tartoztunk azok emlékének, akik 59-ben az életüket is adták ezért az egyetemért, ugye öngyilkosok lettek, meg akiket nehéz évekre bebörtönöztek. Meg természetesen nyilvánvaló, hogy itt egy olyan kérdést teszünk föl naponta, hetente, ami az otthoni román társadalmat is ugye falhoz állítja, többség és kisebbség viszonyát, emberi jogok, kisebbségi jogok, kollektív jogok, tudomásul kell vegye Románia, hogy ha nyertese akar lenni az Európai Uniós csatlakozásnak, akkor legyen az gazdasági kérdés, legyen az emberjogi, kisebbségi kérdés, oktatás, bármi, az uniónak ne a sereghajtói legyenek a minta és példaképei, hanem az élenjárók. Az a célunk, hogy innen Brüsszelből is üzenjünk haza, otthon kell megoldani ezt a problémát, Brüsszel csak segíteni tud, és hát természetesen Brüsszelnek is üzenünk, hogy az unió vegye komolyan, hogy nem csak a gazdaság terén kell egy egységes európai politika, hanem a kisebbségek jogainak a szavatolása terén is. Minden felszólalásunk, minden megmozdulásunk, legyen az egy vidámabb Pityóka Fesztivál, vagy egy ilyen komolyabb 59-re való emlékezés, ez szolgálja. A Páskándi Gézán és Sebő Klára második filmje, az még nagyobb port fog kavarni, ezt majd valamikor áprilisban mutatjuk be, a Búcsú című filmet, ami az észak-erdélyi, a dél-erdélyi és a beszarábiai holokausztról fog szólni. Ezzel is szembe kell néznie a társadalomnak, hogy előre tudjon lépni, hogy soha többé ne forduljon elő.